Megpróbáltam egy olyan előadásanyagot összeszedni röviden 20 percbe, amiről egy kicsit hosszabb ideig lehetne beszélni, és megpróbálom elmesélni azt, hogy a mostan 90%-ban letelepített rendszereknek milyen hátrányai vannak. Ilyen szempontból még nem hallottunk előadásanyagot, és el szeretném mesélni azt, hogy ezek visszahatnak a megtermelt energia mennyiségére. Na most ezért ugye vannak gyártók, akik megpróbálták ezt a területet kompenzálni, és létrehoztak úgynevezett teljesítményoptimalizáló megoldásokat. Ebből két megoldást szeretnék mesélni. Az egyik a panelszintű optimalizálás, a másik pedig cellacsoportonkénti optimalizálás, ami most 2015. decemberébe került piacra, ami még hatékonyabbá teszi azt a megtermelt energia mennyiségét, mint a panel szintű optimalizálás. Amiről néhány gondolatban és a 20 perc engedélyezi, szeretnék beszélni a hagyományos rendszereknek a problémáiról, utána a teljesítmény optimalizálásnak a két lehetőségeiről, megoldásokról és ezen belül pedig a lehetséges hibáknak és a problémáknak a megoldására. Ez egy aktuális dolog, mert ugye mindenki telepít, és tapasztalja azt, hogy nekem a rendszerem nem úgy működik a hagyományos rendszer, mint amit elvárnék. Reklamál a megrendelő, látom én is, és mik ezek a tényezők, a panelveszteség, az árnyékképződés, a hőmérséklet és a tájolás. Na most ebből ugye nem tudok mit tenni, ugye a tájolás az adva van, a környezeti hőmérséklet adva van, az árnyékolást az tervezés során be tudom számítani, és a panelveszteséget pedig most már, ugye a Kyoto Solar előadásán hallotta mindenki, hogy most már próbálják csökkenteni a belső ellenállását ezeknek a celláknak, vagyis ez a 4 bar buszos megoldás került piacra. Ezen kívül még vannak a 12 bar buszos megoldások is, hamarosan piacra kerülnek. Milyen árnyékképződésekre tudok odafigyelni, amikor kimegyek egy helyszínre és megnézem ezeket? Ugye fel vannak szerelve a tetők kéménnyel, tetőablakkal, gépészeti elemekkel, parabolantennával, ami valamilyen körülmények között majd nekem árnyékot fog vetni a napelemes rendszeremre, és ez majd befolyásolni fogja a működést. A figyelembe kell venni a rendszer köré épített műszaki építményeket, a szomszédnak a fáját, a épületét, a közműoszlopokat, ami 12 méteres határon belül vannak. Ezekre mind számolnom kell, hogy ez valamilyen formában árnyékképződést fog majd végezni. A másik dolog pedig az, hogy egy napelem cellának a helyettesítő képét, ugye most itt kivetítettem, és lehet látni, hogy jellemzem egy áramgenerátorral, ami magát a töltés szétválasztást fogja majd nekem modellezni. Utána beépítek egy helyettesítő képbe egy diódát, ami az átmeneten lejátszódó fizikai folyamatokat fogja majd szimbolizálni. Beépítettem egy párhuzamos veszteségi ellenállást és egy soros veszteségi ellenállást, vagyis a párhuzamos veszteségi ellenállás majd a PN átmenetnek a szivárgó áramát fogja majd nekem ezt megmutatni, a soros veszteségi ellenállás pedig azokat a veszteségeket szimbolizálják, amit az építés során be fogok vinni. Vagyis ezek a függőleges csíkok, amit lehet látni, ezeket a buszok fogják majd alkalmazni, vagyis hogyha megnézem egy ilyen napelemnek a cellának a fölépítését, akkor lehet látni, hogy van a buszbár, meg az úgynevezett fingerek, azok a nagyon vékony kis vonalak, amik a cellákat fogják majd csoportba szedni és rákötni nekem a buszra. Így néz ki. Ugye ez a 2 buszos, 4 buszos, 12 buszos megoldásig vannak ilyen rendszerek. Na most, ugye a belső ellenállást meg mindenki, aki elektronikával foglalkozott,
akkor ezeknek az összekötő vezetékeknek a fajlagos ellenállása fogja majd meghatározni, és minél több ilyen összegző buszt használok, ugye ezek párhuzamosan fognak majd kapcsolódni, és akkor nekem csökkenteni fogják a belső ellenállást, vagyis megnövelik a napelemes rendszeremnek a hatásfokát, és a termelt energia mennyiségét. Ez eredményezi nekem a feszültségáram és a teljesítmény feszültség karakterisztika, és itt van egy nevezetes pont nekem, ami ha levetítek a rendszerre, akkor meg fogok kapni egy téglalap területet, ami meg fogja nekem adni a panelemnek a munkapontját és a munkapont által szolgáltatott hasznos teljesítményt. Ezen a karakterisztikán két szélső értéket látunk, itt ez a UOC, ez az üres járati feszültség, és az ISC pedig a rövidzárási áram értékét fogja majd mutatni. Na most, hogyha egy ilyen napelemet kihelyezek szabad térbe, akkor ugye a különböző éghajlati változások befolyásolni fogják nekem a napelemnek a működését. Ugyanis ugye az STC érték, ugye 1000 watt besugárzás értéknél megadnak valamilyen teljesítményértéket a napelemnél, és ez a munkapont, és ehhez képest megvizsgáljuk azt, hogy a teljes napsütés felhőnél, vagy teljes borultság esetén hogyan változik nekem a napelemnek a teljesítménye, és hogyha ezt csoportba gondolom, és úgynevezett stringeket fogok majd kialakítani, akkor nekem ezek a stringeknek a panelenkénti változása az különböző fog majd lenni. Na most egy ilyen sorba kapcsolt rendszernél ugye minden esetben a gyengébb láncszem fog majd érvényesülni, és ez fogja nekem befolyásolni a működésemet. A másik pedig az, hogyha beárnyékoltság mesterséges úton jön létre, ugye otthon frisbizik a gyerek, fölhajítja a panelra, és akkor csodálkozok, hogy valami gond van, és hogyha ezt megvizsgálom hőkamerás felvételnél, akkor ezt a jelenséget fogok tapasztalni, hogy a beárnyékolt felület körül melegebb lesz a felület, vagyis nekem káros jelenség fog előidéződni a napelem résznél. Ugye optimális esetben, ugye, hogyha fölrakok egy komplett rendszert, akkor mindegyik panelem ugye egységes munkapont beállítással és teljesítménnyel működik. Ez ideális eset, akár a nő a mesébe, ugye? Tehát az is ott létezik csak. Valóságban egy kicsit másabb egy ilyen rendszernek a működése. Vagyis ha megnézem és megvizsgálom egy inverternek a bemeneti pontján a gyakoriság függvény alapján, hogy hogy változik a bemeneti feszültségem az előforduló sugárzási órák száma alapján, akkor lehet látni, hogy egy elég kaotikus karakterisztikát fogok majd kapni. Na most nekem ebből a kaotikus karakterisztikából kell az inverternek kiválasztani és optimalizálni a legjobb teljesítményt, amit abból ki tud hozni. Ezt a célt szolgálja ugye ezek a két úgynevezett munkapont szabályozási lehetőségek, ahol elektronikus szabályozást fog majd végezni az inverterem egy belső szoftver algoritmus segítségével, és megpróbálja kioptimalizálni az adott stringhozból, hogy melyek nekem a legjobb feszültség és áramviszonyok, vagyis teljesítményértékem a bemeneten. És ez mind oda fog vezetni, hogy ezeknek a rendszereknek majd hatalmas veszteségei lesznek, tehát nem tudja nekem produkálni a papírformába leírt teljesítmény mértékét. Ez majd kiátlagol nekem valamit, és akkor azt mondja, hogy nekem ez a mezőm 400 volt és 2,5 ampert tud csak kihozni önmagából, a többi az veszteség lesz. Most így ha kiszámoljuk, akkor egy ilyen napelemes rendszer, ugye hiába írom oda, hogy 4 kW pik teljesítményt fog majd leölelni, ez valóságban az ügyfél jön, hogy ez nem termel nekem csak 3,5-öt, meg 3,2-t, meg 3,6-ot, tehát még meg sem nagyon közelíti azt a névleges teljesítményt, amit létrehoztam és kiszámoltam. E,
Itt van egy vizsgálat, amikor beárnyékoltság alapján vizsgáltuk azt, hogy a fekete az a ideális eset, amikor minden panel teljes mértékben, teljesen be van sugározva. A mellette levő az két modul árnyékolva, a harmadiknál három modul, négy modul, és lehet látni nekem azt, hogy különböző karakterisztikákat fog majd ez a rendszer nekem prezentálni. Na most ez, ha kint van a tetőn, akkor, mint hallottuk, hogy ugye jött egy kis felhő, és 6 megawattal kevesebbet termelt a 18 megawattos rendszerem. Ez ennek köszönhető, hogy nekem az inverterek majd ebből a karakterisztika seregből fognak majd egy átlagot képezni, ami alapján működtetik majd nekem az invertereket. Hogyha a hatásfok karakterisztikát vizsgálom, akkor lehet látni azt, hogy a teljesítmény és az éves veszteségi teljesítmény milyen kapcsolatban van egymással, és azért szoktuk mondani, hogy általában 95-98% hatásfokon célszerű üzemeltetni ezeket az invertereket, ha a rendszer engedi, mert akkor nekem az éves veszteségi teljesítményem százalékban itt a legkevesebb. Ha ezt alámegyek a rendszernek, tehát nem tudja produkálni azt a maximális hatásfokot, akkor, és a névleges teljesítményt, akkor a veszteségi teljesítményem százalékosan nőni fog. Ezzel szembesülni kell, ezt mind a mostani hagyományos technológiával épült rendszerek ezt garantálják. A másik megoldás, ami a veszteséget produkálja a hagyományos rendszereknél, ez a hőmérséklet lesz. Szilícium alapon épülnek fel, szilícium kristály is alapú, és lehet mondani azt, hogy a 0,33% per Celsius fok, vagyis 2 millivolt feszültségbe kifejezve egy szilícium diódának a hőmérsékleti együtthatója. Na most ugye egy ilyen panel sok-sok ilyen szilícium diódából épül fel, és hogyha meg akarom határozni azt, hogy hogyan alakul nekem az eredő feszültségem értéke, akkor rendelkezésemre áll egy megfelelő képlet, és be van illesztve ez a bizonyos 25 Celsius fokos érték, ami a laboratóriumi közölmények között ezt a bizonyos STC értéket prezentálja a katalógus. Ehhez viszonyítani kell nekem a környezeti hőmérsékletnek a változását, és ez okozza nekem azt, hogy hőmérséklet csökkenésével egyre jobban éled a napelem, és akkor egyre jobb hatásfokkal fog majd üzemelni. Na most ennek van egy hátulütője, hogy ugye ha rosszul méretezem egy rendszert, akkor a téli időszakban kiáll hiba üzenetre az inverterem, mert túl sok lesz nekem a bemeneti feszültségemnek az értéke, és önmagát megvédi. Tehát amikor méretezek, akkor ezeket figyelembe kell venni. Nyáron nincs ilyen gond, mert akkor 80% alá is képen lecsökkenni a teljesítmény értéke. Vagyis egy ilyen szép 3D-s grafikonon, ha megvizsgáljuk egy ilyen rendszernek a feszültségét, cellahőmérsékletét és a besugárzás értékét, akkor ebből következtetni tudok arra, hogy valójában ugye 1000 watt besugárzásnál és mínusz 10 fokos hőmérsékletnél ott működik a legjobban a rendszer. Ahogy növekszik a környezeti hőmérsékletem, ez a teljesítmény karakterisztika, ez fokozatosan csökkenni fog. Egy másik ábra, ez a környezeti hőmérséklet, tehát a levegő és a hatásfok függvényét ábrázolja, amikor látom azt, hogy a hőmérséklet növekedésével képes lecsökkenni a napelemnek a hatásfokat 11-12%-ra is. Amikor egy monokristályos ott van 17-19%. Most már piacon vannak a 20-24%-os hatásfokú panelek, lehet kapni. Laboratóriumi asztalakon pedig ott vannak a 46%-os cellák. Az is nem soká piacon lesz, és akkor lehet belőle válogatni. Na most ezeknek a figyelembevételével lehet számolni. Egy harmadik képen pedig lehet látni azt, hogy a rendszerveszteség, a levegőhőmérséklet és a besugárzás függvényében a rendszerveszteség teljesítménybe hogy alakul nekem.
És akkor ezeket figyelembe veszem majd a méretezésnél. A harmadik dolog, amivel szembesülök, és ezzel nem tudok mit kezdeni, ez a tájolás lesz. Adott tetőfelületre kell dolgoznom, kivétel a szabadföldi telepítés, ahol bármit megtehetek, befordíthatom pont ideális default értékbe, vagyis a nulla fok, vagy déli irányba. És ehhez képest ugye a százalékos veszteséget feltüntetve lehet itt látni azt, és ezért van bajba a hagyományos napelemes rendszer, a tetőre telepítek, hogy a tájolás véget vagy több invertert használok, vagy több munkapont bemenettel rendelkező inverterrel oldom meg ezeket a tájolásbeli problémákat. És itt lépett be a képbe az úgynevezett teljesítmény optimalizálás, amikor azt a blokkdiagramból a munkapont követő rendszert kihelyezték a panelekhez egyenként. És azt mondták, hogy most már nem kell az inverterbe lehelyeznem a munkapont követő elektronikát, kihelyezem az inverterből, és olcsóbbá tettem az invertert, de viszont emitt egy picit plusz költségbe fog kerülni nekem a panelemnél, ha külön használom. Most már ugye megjelentek azok a panelek, amelyekbe be vannak integrálva a kötődobozba ezek a teljesítmény optimalizáló egységek, úgyhogy lehet így is rendelni. Két teljesítmény optimalizálási mód van most már piacon, a úgynevezett panelszintű és úgynevezett cellasoronkénti optimalizálás, ami még hatékonyabbá fogja tenni ezeknek a napelemes rendszereknek a működését. Ha most ezt a nagy 18 megawattos erőművet ilyen panelekkel szerelték volna fel, akkor ez egy felhőcske nem adott volna 6 megawatt mínuszt a megtermelt mennyiségből, hanem lehet, hogy csak 1 megawatt lenne. Tehát ott is mindjárt 5-öt tudnék nyerni. Aki telepített ilyen rendszert, látja azt, hogy igenis van értelme ezeknek a teljesítmény optimalizáló egységeknek a használatára, mert egy az, hogy beruházásban nem ugyanannyiba fog kerülni, mint egy hagyományos napelemes erőmű, de viszont energiatermelésben papíron 25%, gyakorlatban 18% körüli az a plusz energia, amit nekem meghoz. És ez nekem kompenzálni fogja azt a picit nagyobb beruházási költséget. Vagyis így néznek ki ezek az optimalizáló modulok. Aki látott, ismeri ezeket. Ez külsőleg felszerelhető. Leggyakoribb, amit használnak a rendszertechnikailag, a 300 wattos és a 600 wattos megoldás, ami azt jelenti, hogy egy vagy két panelt lehet rájuk kötni. Hát az egy megoldásnál egynek az ára olyan 12 000 forint a 300 wattos, a 600 wattos olyan 15 000 forint körüli értékben van, úgyhogy mindenki gondolkozhat rajta, hogy mi van, de viszont az inverter, amit használok hozzá, az viszont olcsóbb, mint a hagyományos munkapont követő rendszerrel ellátott inverterek. Tehát itt vannak ezek az árértékarány. Hogy néz ki egy ilyen DC-DC konverter? Egy step-up rendszerű, úgynevezett impulzus szélesség modulációval ellátott rendszer, vagyis egy sematikus rajzot úgy kell elképzelni, hogy egy induktivitás, ezt szaggatom, és a Lenz törvénye értelmében ugye megszakítom a feszültséget egy tekercsőre, az még igyekszik fönntartani a körülötte levő mágneses teret, és ezt egyenirányítják egy diódával, és ezt berakják egy puffer kondenzátorba. Ha megfigyelem, a blokkvázlatra visszaemlékezek, akkor lehet látni, majd visszamegyek mindjárt gyorsan oda. És itt van. Lehet látni azt, hogy itt van az a bizonyos ugye DC-DC konverter, vagyis ez az elektronikus kapcsoló. Itt van az a puffer kapacitás, amiben eltárolja azt a 800 000 volt körüli egyenfeszültséget, amiből majd ez a átalakító, ami egyenfeszültségből váltakozó feszültséget csinál, ebből a 800 000 voltos feszültségből fog majd gazdálkodni, és ez fogja nekem biztosítani a kimeneten azt a
a 0,2 vagy 0,4 kilovoltos feszültséget. Tehát, és ezt az egységet, ami itt van, ezt helyezték ki a teljesítmény optimalizáló modulba, és akkor így minden panel önálló életet él, és hogyha megnézek egy ilyen panel szintű optimalizálásnak a sematikus rajzát, akkor lehet látni azt, hogy minden egyes panel önálló szabályozással van ellátva, nincs visszahatás egyik panelról a másikra, és akkor így lehet látni azt, hogyha bármilyen változás történik a rendszeren, akkor csak ez az egy panel fog majd más pozícióban működni, az összes többit hagyja érvényesülni. Ugyanezt a technológiát a Tigo, ez a úgynevezett TS4-es platform néven forgalmazza, akár kötődobozba, akár kihelyezett külön egységként használhatók ezek. Itt vannak a szükséges gyártók, lehet látni azt, hogy nagyon sok ilyen gyártó foglalkozik az ilyen típusú panelekkel. OTS-erről volt szó, tehát mindaddig még ezek a nem kapják meg az éledéshez szükséges PWM jelet, addig enszer 1 voltként kezeli a napelem, vagyis a künt a tetőn nincs 1000 voltos feszültségszinten, hanem enszer 1 voltom lesz, vagyis ahány panel annyiszor 1 voltam megszorozva. Cellaszintű optimalizálás, ez egy új technológia, ebből néhány gondolatot, vagyis azt jelenti, hogy nekem akár a normál panelt veszem figyelembe, benne van ez a bizonyos bypass dióda, ami az úgynevezett hotspotot szünteti meg, vagyis azt a cellasort kiveszi a működési rendszerből, ahol bármelyik cellának az elbeárnyékoltsága megtörtént. Na most a panel szintű optimalizálásnál ugyanúgy bent vannak ezek a diódák, ezek a bypass diódák. Azt jelentik, hogy nekem bármilyen beárnyékoltság van, nekem ennek a dióda hatását nem tudja teljes mértékben kompenzálni az optimalizáló modul. Ezért azt mondták, hogy vizsgáljuk meg, és haigáljuk ki ebből a rendszerből ezeket a diódákat, és helyezzünk be cellasoronkénti teljesítmény optimalizálókat, vagyis kifejlesztettek egy olyan 3x3 mm-es integrált áramkört, amit beépítenek a dióda helyére. És ellátja ezt a optimalizálás cellasor szinten. És ezzel megnövelték magának a panelnak a teljesítményét, vagyis kiküszöbölték a cellasoronkénti technológiai eltérést, a cellánkban lévő eltérést. Ezt tudták üzemeltetni 6 és 24 cella csoportba együttesen. Azután javítják a teljesítményt ezzel a megoldással, többletenergia fog majd jelentkezni, és a megvalósítási költség alacsonyabb, mint hogyha egy komplett modult helyeznék ki. Teljes rendszer optimalizálható, és ha megvizsgáljuk a karakterisztikát, akkor ugye az első az ideális, a második a piros színnel jelzett teljesítmény karakterisztika, a panel szintű optimalizálás és a cella szintű optimalizálás pedig a kék szín fogja prezentálni. Ha összekötöm ezeket és vegyes kombinált stringet alakítok ki, akkor nem fog nekem beleszólni az egyik a másiknak a működésébe, hanem szépen összegzi ezeknek a paneleknek a teljesítményét, és így is hatékonyabb lesz nekem a működés. Van néhány gyártó, aki már csinálja ezeket a cella szintű paneleket, úgyhogy beszerezhetők és kompatibilisek ezek a SolarEdge technológiával rendelkező inverterekkel. Köszönöm szépen. Így röviden, tömören ennyi a technikai fejlődés ezeknél a rendszereknél.